Üdvözöllek a konyhámban! Ma vörös garnélát készítek sóban pátolt tojással, linguinivel. Nézzük a hozzávalókat! Az ételhez előkészítettem 40 dekat tisztított vörös garnélát, egy csomag linguini tésztát, 5 deka vajat, fél deciliternyi olívaolajat, finomra vágtam egy kisebb fej vöröshagymát, lereszeltem 2 gereszt fokhagymát, felszeleteltem egy cső chili paprikát, előkészítettem a sóban pácolt tojások sárgáját, ízesítésnek sót, cukrot, fűszerezésnek fehér borsot és 2 decilliternyi tejszínt. A tészta főzővizét feltettem forni, és amíg a víz felforr, lereszelem a sóban pácolt tojások sárgáját. A forrásban lévő sós vízben a linguini tésztát kifőzöm. Amíg a tészta fő, elkészítem a szaftos garnélát. Egy wokban felmelegítem az olívaolajat és a vajat. Majd a zsiradékon üvegesre párolom a finomra vágott vörös hagymát. Ha a hagyma már jó, hozzáadom a reszelt fokhagymát, majd hozzáadom a felszeletelt chili paprikát. Ha már jól érződik a chili paprika illata, hozzáadom a vörös garnélát. Az egészet jól átforgatom, jól lepirítom. A garnélát ízesítem egy kevés sóval, fűszerezem fehér borssal, és adok hozzá egy kevés cukrot. Az étel ízesítésekor vegyük figyelembe azt, hogy a pácolt tojások sósak. Rövid pirítás után hozzáadom a reszelt pácolt tojások sárgáját, ezzel is összeforgatom, majd hozzáadom a tejszínt. A garnélát lassan készre párolom, ha szükséges, utána ízesítek. Közben leszűröm a linguini tésztát, hozzáadom a szaftos ragúhoz, és tálalom. Hogy a garnéla még frissebb, üdébb legyen, tálaláskor citromot vagy lájmot adok hozzá. A garnélához jó étvágyat, legyen ízes a napotok, sziasztok!